Fürgén csipegetik a takarmányt a tyúkok ebben a mátészalkai kiskertben. Múlt pénteken jelentették be a városban, hogy több mint 200 millió forintos állami támogatásból elindult a családi portaprogram, amelyben hátrányos helyzetű családokat segítenek saját háztáji gazdaságok fejlesztésében. Nem előzmény nélküli ez a kezdeményezés, mondta a 35 perc című műsorunkban a térség újra választott országgyűlési képviselője Kovács Sándor. Nekem van egy külön programom az itthon maradottak, vagy pedig a munkanélküliek csoportjára. Nagyképpen Gróf Károly Gyulának neveztük, mert volt ő is miniszterelnök, Bakta Loránd házán született, illetve akkor még nyírbakta volt, és Tibor szállásra jött haza, amikor vége volt a szolgálatának. Itt tyúktenyésztésbe és mangalicatenyésztésbe fogott, tehát mezőgazdaság. Bakta Loránd háza és az én választókerületem Tibor szállás, és így adta magát, hogy ha már el kell nevezni egy programot, akkor legyen Gróf Károly Gyula terv. Ennek a tervnek a kidolgozása megtörtént, ennek a tervre, szeretnénk a kormánynál egy komplett programra pályázni, ami nagyjából nem bonyolult ez a dolog, csak megpróbáljuk a mezőgazdasági termelést, akár állattenyésztést vagy növénytermesztést helybe vinni, és megpróbáljuk ezeknek a feldolgozását is önkormányzati társulásban, non-profit gazdasági társasági formában a feldolgozást a minél magasabb hozzáadott értékkel, a piacra jutást is menedzselni. Nagyjából ennyi a terv, és ez közgazdaságilag, jogilag, törvénymódosításokkal együtt ki van dolgozva, hogy milyen irányba induljunk el, hogy helyébe vigyük, mert ezek az emberek sajnos nem fognak tudni elmenni. Tavaly novemberben adták át a Mastergood cégcsoport új munkásszállóját Nyírkarászon. Kovács Sándor képviselő szerint ilyen szolgáltatásokra a saját térségében is szükség lenne ahhoz, hogy vonzóvá tegyék a környéket a befektetők számára. Ez a nagy kérdőjel, hogy ezeknek a felépítését a vállalkozásra kell bízni, és 50%-os támogatással tud, és akkor a vállalkozás egyáltalán, ez a munkaerőpiaci kölcsönző vállalkozásról beszélek, vagy pedig én nagyon szeretném, hogyha a polgármestereink bátrabbak lennének, és csinálnának beruházásként, akár 50%-os, de megpróbálunk lobbizni a nagyobb támogatás intenzitásért, és ezt a szolgáltatást adná el, munkát adna abban, hogy takarítani kell, hogy főzni kell, hogy esetleg olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, és maga az épület is, kvázi egy szolgáltatás, hiszen az önkormányzatnak is meg kellene találni azokat a feladataikat, azokat a gazdasági tevékenységet, ami nem csak az önkormányzati hivatalban elvégzett papírmunkát jelent, hanem egy kicsit előre menni, kicsit gazdálkodni, és nem csak a közfoglalkoztatásból, az is nagyon fontos, de a közfoglalkoztatásból is megtermelt árut értéket fel kellene dolgoznunk, és magas hozzáadott értéket piackutatásra el kell vinni, tehát gazdálkodni kellene. Kovács Sándor az április 3. országgyűlési választáson a megye 5-ös választókerületében 29.647 szavazattal, a leadott voksok csak nem 65%-ával szerzett immár harmadik alkalommal mandátumot. Az új országgyűlés május 2-án hétfőn tartja alakuló ülését.